Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit Hamburgból. Ez itt a Toyota C3 második generációja. Végtelenül kevés időnk van, kapkodás van már megint, ezt nem szeretem, amikor forgatunk, ráadásul rohadt meleg itt ez a stúdió. De meg akarom ezt az autót mindenféleképpen ebben a formátumban is mutatni nektek. Toyota C3 második generáció. Szokták volt mondani, hogy a folytatásokat, meg a második generációkat nem olyan könnyű elkészíteni egy sikeres produktum után. Én szerintem van kivétel ez alól. Ilyen például a Terminátor 2, vagy éppen a Bolygó neve halál folytatása. Na, mi is volt az? Várjál. Ja nem, a 8. utas halál folytatása volt a Bolygó neve halál. Na, szóval a második rész volt, és mégis jól sikerült, mint ahogy a Toyota C3 is. Második generációban szerintem rohadt jól sikerült. Először is. Tudjátok, mit jelent az, hogy CHR? Coupé High Ride. Tehát magas építésű kupé. És ha innen belenézel, akkor valóban magas építésű kupénak is látszik. Rengeteg dizájn elem van ezen az autón. Nagyon sokat dolgoztak azon, hogy európaiak csinálják európaiaknak. És az európai az szereti, hogyha egy kicsit a dizájn és a minőség találkozik. Ezért például ennél az autónál kifejezetten büszke a Toyota arra, hogy bevezették azt a koncepciót, már az előző generációnál is így volt egyébként, hogy az érzékelhető minőség. Az érzékelhető minőség azt jelenti, hogy minden, amit az autóban, vagy az autóval kapcsolatban a felhasználó érzékelhet, a tapintása, a kattanások, a műanyagok minősége, a hajtás minősége, azok ne csak jók legyenek, hanem jó érzetűek is. Engem ezt tudod, mire emlékeztet? A 2000-es évek legelején volt Ferdinand Piechnek a kattanása a Volkswagennél, hogy ezt a minőség érzetet bevezesse, vagy ezt a minőség érzetre való fókuszálást bevezesse, és már ott is működött. Szóval a Toyota CHR háromféle hajtáslánccal fogják kínálni az autót. Az 1.8-as sima hibrid, 2 literes sima hibrid, és a plug-in hibrid. A plug-in hibrid, megnézzük, hogy ez az-e, nem? Ez egy sima hibrid lesz. A plug-in hibridnek 66 km elektromos hatótávolsága van, 13,8 kWh-s akkumulátor csomaggal, amely egyébként ebben a méretkategóriában, mint egyébként számtalan dologban is, piacvezető. Szóval így néz ki. Ülések. Haha, ez itt a GS Sport változat. Minden ülés és egy csomó belső anyag újra hasznosított anyagból van. Az ülés konkrétan PET palackokból. Igen, ezek az ülések PET palackokból készülnek. De a halászháló, azt hiszem a szőnyeg, ezt a halászhálóból szőnyeget csinálunk dolgot, ezt már hallottuk máshol is. Vonalak, formák, hát nézzétek csak. Ránézel, és olyan, mint egy 2000-es évekbeli Stallone filmből lépett volna elő, tényleg koncepció autószerű, már az első kialakítás és az orr kialakítása, a fényszórók metszetei, az, hogy kidomborodnak, nézd, itt a kerékjárat fölött azok az ívek, ahogy belemetszették ezt a háromszöget, és ahogy játszanak a színekkel, ugyanis, nézd, elől szürke, hátul fekete, igen, így is tud kétszínű lenni egy autó, nem csak a tetővel lehet így játszani, hanem ezzel is. Azt mondja, teljesítményszintek, hopp, közben majd mindjárt mutatok valamit, teljesítményszintek, 140 lóerő, 197 lóerő, lehet akár összkerékhajtású is, de az csak a hibrid. Ugyanis a plug-in hibrid jelenleg még nem készül összkerékhajtással. Üdvözlőfény, Toyota CHR, hátul két kis fülecske, itt nincsen ablaktörlőlapát, hátsó ülések, kilincs itt lent, nem itt fönt. Hátsó ülések és ajtókialakítás. Ugye az előző generáció az nagyon rád zárta a teret, és tele volt gyémánt berakású ilyen alakzatokkal. Ez egy picit tágasabb. Jó, tetszik. Elől mi van? Új generációs UX, azaz User Experience, azaz hogy érzed magad, mit tapasztalsz az autóval. Digitális kijelzők. Váltó előválasztókar, ledek, olyan ledek, hangulatfények, olyan led csíkok, amelyek akár automatikusan az idő
a napszak előre haladtával magától változtatják a színeiket. Így néz ki belülről. Ez egy nagyon kellemes design termék. És ahogy megegyezte a kedves barátunk, a PR vezető a Toyota Magyarországnál, hogy ezzel óriási sikereket fognak elérni, és ez nem csak PR duma, mert ezzel valóban óriási sikereket fognak majd elérni. Na, még egy kört szaladok nektek, ugyanis 4-ig van időm. G-Shock, igen. Szóval 4-ig van időm, azaz gyakorlatilag most be kell, hogy fejezzem, mert jönnek utána a finnek, akik legalább jó arcok is velük nem akarok kicseszni, mint ahogy a hollandok kicsesztek velünk. A G-Shockkal búcsúzik tőletek a Sámán, ha majd lesz otthon, akkor elkérem, megmutatom, jön a hosszabb teszt is. Most búcsúzom, ha tetszett, lájkot dobjál, kövess be, YouTube, Facebook, Insta, TikTok, mindenhol megtalálsz, ráadásul egy csomó kis videót is gyártottam. Mindet nézd meg. Szevasztok, aloha!